közművelődési konferenciát rendezett a Pécsi Nyugdíjasok Egyesülete. A program címe Minőségi Tevékeny Nyugdíjas Élet Megvalósítása. Ezügyben szólalt fel többek között Hoppá Péter is. Az országgyűlési képviselő, illetve a kulturális alapellátás kiterjesztéséért felelős miniszteri biztos elmondta, hogy a szakemberek különböző statisztikai adatok alapján azt állapították meg, hogy napjainkban minőségi életet élnek a szépkorúak. Nyilván van egy statisztikai számsor, amiből a tudósok, a kutatók le tudnak vezetni erre vonatkozó információt. De van egy másik mérőszám, vagy egy mérési érték, az az emberek közérzete, a konjunktúra érzete. Az előttünk álló várható jövővel kapcsolatosan mi az én érzésem, ezt mutatja a konjunktúra adat, és azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy mivel ezt ugye tulajdonképpen hetente mérik különböző módszertanokkal, azt kell mondjam önöknek, hogy a rendszerváltás óta ilyen pozitív, a nulla számhoz képest is pozitív, de egyébként 10% körül lévő gazdasági és társadalmi konjunktúra indexek nem voltak soha Magyarországon. Ebben benne van a nyugdíjas korúak véleményformálása is. Ez azt jelenti tehát, hogy mindaz az eszköztár, amivel a nyugdíjasok mindennapi életének a berendezése és az életminősége a személyes érzeten keresztül mérhető, az valószínűleg jól teljesít, jól adja meg azokat a kereteket, amelyekből az egyes emberek szintjén mérhető vélemény, hogy milyen lesz az én 3 év múlva, 10 év múlva esélyes életkörülményem, abban az emberek válaszai nagyon örvendetesen pozitívak, és azt hiszem, hogy ezen az úton feltétlenül tovább kell haladni. És ebben elsődleges partner nyilván az idősügyi tanács kormányzás számára, amelynek szervezetei, illetve az ilyen és ehhez hasonló egyesületi keretek, valamint a helyi és országos kitérlelésű idősügyi, nyugdíjas ügyi, érdekvédelmi és közösségi szervezetek nagyon jelentős indikátorként hatnak, fontos visszajelzést adnak az államigazgatás, a központi irányítás, a kormányzat számára. Hoppá Péter kiemelte, öröm, hogy az elmúlt években olyan kulturális pályázatok indultak, amelyek a kis- és nagyvárosokban is a minél hatékonyabb kultúrával eltöltött időt szolgáltatják a nyugdíjasoknak. Nyilván a civil pontokon lévő segítség pályázatok formájában az nyitva áll arra, hogy ezekben a programokban minél hatékonyabban be tudjanak önök kapcsolódni, mert ha ugye a pályázatokon keresztül önök olyan intenzív és gazdag programokat tudnak bonyolítani, akár a világjárvány időszakában online közösségekben, akár nyilván a megengedett körülmények között személyes részvétele is, amelyek az önök érzetét abban erősítik meg, hogy a kultúra jelenléte, a közművelődés, a közösségi művelődésnek az eszköztára a gyarapítja és erősíti az önök közérzetét és életminőségét, akkor ez a program, ez a közművelődési csomag, ez minden gondoskodást megérdemel és megérdemel. Hozzátette, önmagában a gazdasági mutatókból származó gesztusok, amelyek segítik az egyéni boldogulást, nem elegendőek ahhoz, hogy jobb legyen az idősek közérzete. Itt közösségi dolgokra kell gondolnunk, és a közösségi minősége az a hungarikumként, vagy világunikumként számító 200 éves magyar közművelődésben érhető tette. Sehol a világon ilyen gazdag közművelődési kínálat és intézményrendszer, szakemberképzés nincsen, mint amilyen mi korábban úgy hívtuk, ugye, hogy népművelési területünkön, aztán közművelési, most már a közösségek művelése, közösségi művelődésnek hívja a szakma. Nekünk ezen a területen 200 éves tapasztalatunk van, aminek keretében ma már külön szegment és külön ellátandó feladat az, hogy az idősek, a nyugdíjasok minél boldogabb életet élhessenek.
A résztvevők olyan témákról is hallhattak a konferencián, mint például a digitális oktatás kihívásai időskorban, közösségi művelődés, illetve aktív idősödés.